Költségvetés-módosításokról, épületek felújításáról és utak építéséről határoztak a héten tartott megyei tanácsüléseken Kolozs, Maros és Hargita megyékben. A csíkkozmási Sószékfürdőn tartotta havi ülését Hargita megye tanácsa, ahol több a turizmus fejlesztését érintő döntést fogadtak el. Csaknem 40 ezer lejt szavaztak meg csíkkozmásnak a Sószékfürdő és Nyírfürdő hagyományos fürdőhelyek felújítására, valamint a helyi önkéntes tűzoltók felszerelésére, 100 ezer lejt Zetelaka számára az Ivói Gyepes-Pataka utca felújítására, további 100 ezer lejt Nagygalambfalvának a kultúrotthon felújítására, valamint újabb 200 ezer lejjel segít a borszéki wellness és kezelőközpont befejezését. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a megye továbbra is szolidáris borszék tekintetében, a wellness és fürdőközpont ügyében, jó volt ezt ma látni, szolidárisak Kozmással, illetve hát döntést tudtunk hozni Galambfalva, Zetelaka tekintetében is. Folytatódik a járdaprogram, Alfaluban és homoródi villákat szeretnénk újjáépíteni. Tovább elfogadták a csíkszeredai megyei sürgősségi kórház helikopter leszállójának terveit. Ez a beruházás szükséges a kórház regionális klinikai besorolásához, amelyet akár idén megkaphat a Hargita megyei egészségügyi intézmény. Kolozs megyében ugyanakkor a költségvetés módosításáról döntöttek, amely értelmében 22,9 millió lej áll a megyei tanács és az alárendelt intézmények beruházására. 2 millió lejjel bővült a járványkórház költségvetése, amelyet egy koronavírus tesztgép vásárlására fordítanak. Emellett a Bánfi palota restaurálási munkálatainak költségvetése is kiegészült 1,5 millió lejjel, a megyei úthálózat korszerűsítésére pedig 15,5 millió lejt szavaztak meg. Maros megyében is döntöttek a költségvetés kiigazításaként kapott több mint 25 millió lej elosztásáról. 13,48 millió lejjel megnövelték a Maros megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság költségvetését, és 11,6 millió lejt osztottak szét a Maros megyei tanács alárendelt intézményei között a működési és személyzeti költségek fedezésére. Többek között jóvá hagyták, hogy ezentúl sürgősségi eljárással lehessen kiváltani az építkezési engedélyt. Emellett a tanácsülésen a Transzilvánia repülőtér tevékenységét érintő több határozatot is elfogadtak. A tanácsosok jóváhagyták a tűzoltóállomás építésére vonatkozó terv műszaki, gazdasági dokumentációját és műszaki-gazdasági mutatóit.